A Totó Magyarországon 1947. októberében indult. A fő cél a játék öröme mellett az volt, hogy az egy évvel később a londoni olimpiára kiutazó magyar csapatot támogassák a játék bevételéből. Azóta közel 70 év telt el, de a 13 plusz 1-es főnyeremény a mai napig lázban tartja a foci szerető fogadókat. A Totó magyarországi meghonosítójának fia mesél emlékeiről. Édesapám kiváló német nyelvtudással kezébe került a minisztériumon keresztül a svájci TIP újságnak egy száma, ahol leírtak egy Totóhoz hasonló nyerési lehetőséget. Elkezdte édesapám valamilyen formában átgondolni, hogy hogy lehetne Magyarországra átültetni. Ez olyan jól sikerült, hogy az akkori illetékes miniszter munkára fogta dr. Sas Lászlót. Sas mennyi idő alatt tudja ezt gatyába rázni? És meglepette édesapámat, és akkor mondta azt, hogy 3-4 hét. Ezek után édesapám nekiállt, és összeállította az ő általa elképzelt magyarországi vonatkozásokra megfelelő formátumot. 1947. október 19-ére írták ki az első totót. A szelvények 3 forint 30-ba kerültek, és volt idő, amikor kosár vagy vízilabda eseményre is lehetett fogadni. Egy bizottság döntött a Totó műsoráról, melynek még az ismert kommentátor Szepesi György is tagja volt. Az elinduláskor 20.882 darab szelvényt jelentett az első héten, és jellemző a sikerre, egy évre rá 1.349.347 darab Totó szelvényt adtak el. Volt olyan, hogy édesapám éjszaka ruháskosárral a kollégáival szedte össze a Totó szelvényeket, és vitte be a trezorba ahhoz, hogy sehogy véletlenül se jusson senkinek a kezébe.